Hiába a nagy hőség, megtelt az újvárosi templommal Gallarde hangversenyére. Szabó Szabolcs, művészeti vezető, a kórus vezetője azt mondja, szeretnek örömet okozni zenéjükkel, valahol ez is a célja a kórusnak, ami 19 éve alakult meg zeneszerető emberekből. Úgy tekintjük, hogy az éneklés öröme az nem csak a hallgatóságnak ajándék, hanem annak is, aki csinálja. A 25 tagú kórus neve nem véletlenül. Egy 16. században divatos reneszánsz tánc volt. A kórus repertoárján egyaránt megtalálható egyházi és világi kórus muzsika. Elsősorban reneszánsz szerzőktől, de jelen van a zenetörténet szinte minden korszaka. Lesz egy nagyon-nagyon komoly mű, Bach, ahol tanult Lübeckben Dietrich Buxtehudétól orgonát. Ő írt egy fantasztikusan, nagyon szép orgona kísérletes darabot, azt mi most mutatjuk be először. Aztán lesz egy olyan blokk, ahol olyan gospel spirituálé egyveleg lesz, olyat se csináltunk már még. Olyan volt, hogy egy-egy elszórtam valahol a műsor közepe táján valamikor, de most három egymás után következő, és hát ezek mind világslágerek. Úgyhogy, és természetesen a szokásos, hagyományos népdalfeldolgozás, aztán a zsoltárok világából. Tehát gyakorlatilag ugyanúgy, mint eddig, ez a teljes irodalmat felöleli valahol a Gregoriántól napjainkig. Ez a szép benne, hogy tulajdonképpen mindenki ezt vállalja, mert mondhatná valaki, hogy hát ő neki csak ez a műfaj tetszik, vagy csak az a műfaj tetszik, de senki nem lázongott és lázadott, hanem tényleg elfogadták ezt a műsortervet, és én remélem, hogy a közönség is elfogadja. A mai közönségre nem kérdeztünk rá. Csak azt tudjuk, hogy 20 évvel ezelőtt, amikor a kórus indult, akkor főleg madrigálokat énekelt, és esetleg spirituálékat. Na most ezt a hagyományt mi megtartottuk, tehát mi továbbra is osztjuk a régi kollégának, Anducska Adriennek a véleményét. Énekelünk madrigálokat is, spirituálékat is, csak más elosztásban, más mennyiségben, és hát én merem remélni, hogy talán egy kicsit még jobb színvonalon, hogyha lehet. Változatos műsorral készültek tehát a mostani hangversenyükre, ezt már megszokhatta a közönség. Ám a mostani koncerten több gospel darab kapott helyet, de a kórusvezető nem a változatos műsornak tudja be a teltházas hangversenyeiket. Ennek a kórusnak mindig óriási, és nagyon-nagyon kedves, és meghatóan aranyos közönsége volt, hallgatósága. Valaki valami jót hallott valamikor tőlünk, és ezt tovább tudta adni ismerősöknek, akkor a hallgatóságunknak a tábora nem csökken, hanem növekszik. Szabó Szabolcs azt mondja, a kórus mozgalmak világszerte küzdenek a fennmaradásért, tagjaik megtartásáért, az utánpótlás biztosításáért. Ez alól szerinte nincs kivétel. Ha egy kórus nem profi, hanem amatőr, tehát a kórustak nem abból élnek, hogy fizetést kapnak az éneklésükért, akkor az utánpótlás megszervezése óriási nehézség mindenhol. Tehát főleg a fiatal korosztály gondolkodik úgy, tisztelt a kivételnek, hogy ő kötöttséget, hogy le kell ülni, hogy megmondják neki, hogy mit csináljon,
ilyeneket nem nagyon akarnak vállalni. Abban lehet reménykedni, hogy ezeknek a kedves énekeseimnek a gyermekei egyszer csak azt mondják, hogy látom, ahol apa vagy anya énekelt, akkor én is megpróbálnám. Van egy olyan tervünk karácsonyra, akkor 20 éves éppen a énekkar, hogy én vetettem föl ezt az ötletet, hogy össze kéne szedni a gyerekeket, unokákat, dédunokákat, ahol vannak, és akkor hát a nagyok, a kicsiket kézen fogva bevetnék a színpadra, én kiválasztanám azt a 2-3 kis darabot, amit együtt elénekelnének, és az is szép lenne. A Kamarakórus 2006-ban Szekszárd kiemelt művészeti együttese lett, és munkájukért 2013-ban Szekszárd közgyűlése a közgyóért kitüntetést adományozta nekik, de Szabó Szabolcs mégsem a díjakat, elismeréseket emelte ki eredményeik közül. Eredmény az, hogy vagyunk. Az eredmény az, hogy tudunk próbálni, van helyünk, tudunk egy kicsit mozgásteret kialakítani magunk körül, hogyha nyilván valahonnan még sok pénzünk is lenne, akkor a külföldi utak is elérhetőek lennének, mert a kórus alkalmas arra, hogy bármilyen külföldi úton helyt álljon, és nemhogy szégyen ne valljon, hanem méltóképpen, ahogy szokták mondani, kicsit szengesen a magyar kórus kultúra nagykövete lehetne, és én ezt vállalom is.